Na sziasztok mindenki, ma nagyon sok bejelenteni való van nektek, ez inkább ilyen köszönet nyilvánításos videó. Először is azt jelenteni be, hogy holnap megyek fodrászhoz, úgyhogy nem lesz ilyen, hát hogy mondjam, dróthajam, hanem levágatom. A következő az, hogy terhes vagyok, nem vagyok terhes, csak a ventilátorra kicsit éjszaka elvoltunk, úgyhogy jó kis estén volt, hát fogazott kicsit, de ez most egy kicsit más történet. Azt szeretném megköszönni nektek először is, hogy elértük a 38.000 feliratkozót, ez nekem már óriási nagy szám. Közeledünk a 40.000 felé és a 50.000 felé, de a célom, elmondom nektek, a 100.000 feliratkozó, hogy kapjak a YouTube-tól egy kis ilyen emléktáblát, az minden álmom tényleg. Közeledünk, nagyon szépen köszönöm, hogy néztek, még ha ilyen rossz a technikám is, ne haragudjatok, de jövő hónapban kapok fizetést, akkor befektetek egy jobb minőségű mikrofonba, egy nagyon profi mikrofonba. A következő meg az, hogy ja, névnapom van, köszönöm szépen, nagyon sok felköszöntés jött, még mindig nem tudom elhinni, ahogy óvésen is mondtam, hogy ennyien szerettek engem, nagyon jól esik, mindig is szerettem a középpontba lenni, de néha azért nem jó, de jól esik, hogy ennyien gondoltak rám, Ask-on, Facebookon, személyesen. Ma egy nagyon-nagyon jó dolog történt velem. Régi barátaim, hát tavaly látogattak meg, úgymond egy rajongó, most már barátom, és akkor is családdal jöttek. Meg már így kialakult egy kapcsolat közöttünk, és most többen jöttek, most eljött a lánynak a nagybátyja, az lány apukájának a tesója, meg az édesanyukája is. Annyira pozitív emberek, olyan pozitív energia sugárzik ki belőlük, hogy az hihetetlen. Ők is megköszöntöttek, nagyon itt voltak 2-3 óra hosszát, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, majd mi is megyünk hozzájuk. Akkor a családom is felköszöntött, úgyhogy nagyon jó ez a nap. Kicsit rosszul voltam reggel a vérnyomásom miatt, de mostanában azért kezd helyre jönni. Biztos betett nekem ez a 4 napos fesztivál amúgy, meg a pálinka, lehet, hogy visszább kéne menni egy kicsit. Na, meg is mutatom, volt 2 ilyenem, már csak 1 van, mert megettem. Te vagy a boldogság, mely betölti életem, messzi, hogy vagy nekem. Ezt ne vágjátok ki, ez nagyon csúnya fej volt. Meg van ilyen szerelmes csokim. Hú, nagyon szeretem. Meg van sör, meg minden, de a csokit nagyon szeretem. Pedig fogyókúrázni akarok. Erőteljes fogyókúrába vagyok. De szerintem majd holnap elkezdem. Mindig holnap. Valaki, aki tud ilyen, hogy mit tegyek, mit nem, az írja le kommentbe, hogy segítsetek, hogy lehet leggyorsabban lefogyni. Mert... De igazából a fő probléma az, hogy nem mozgok. Tényleg. Most nézem, hogy ilyen hajja a videót csináltam. Figyeljetek! Quasimodo! De jó Isten! Lányok, ez nem a csajozós hajam, mintha tudnék úgy csajozni. A csajok daniznak, nem amúgy. Ez túl egoista volt. Na, szóval annyi, izzadok, mint egy ló. Annyi az egész, hogy köszönöm szépen, hogy még mindig nézitek a videóimat, nem mindig olyan érdekesek, meg nem lehet mindig olyat csinálni, ami mindenkinek jó, de köszönöm szépen, meg ötleteket adtok, hogy mit csináljak, milyen videókat, úgyhogy továbbra is várom az ötleteket, meg hogy milyeneket szeretnétek. Chatroulette ugye rég volt, de arra még mindig nem tudom rászánni magam, úgyhogy köszönöm szépen, meg a sok névnapi köszöntést is. Ha tetszett ez a kis videó, meg a hajam, aki azt mondja, hogy vágassam le, az lájkolja a videót. Hogy kell lájkot gyűjteni? Nem, akinek tetszett a videó, az lájkolja, legyen olyan szíves. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, további jó szórakozást. Sziasztok!